amint egy 500 négyzetkilométernyi területen húzódó mecseket délen a Pécsi síkság, északkeleten a Völgység, nyugaton a Zselic határolja. A középhegység geológiailag két részre, kelet, illetve nyugat mecsekre tagolható. A nyugati oldal olyan szemedgyönyörködtető tájegységeket foglal magába, mint a Pécsi síksággal határos és attól meredeken emelkedő Jakab-hegy, a vadregényes, kisebb-nagyobb zuhogókkal, vízesésekkel tarkított melegmányi völgy, vagy az Orfű mellett elterülő, a 60-as években duzzasztással létrehozott tórendszer. A mecsek keleti része gyakorlatilag egyetlen jókora teknő, amelyben az egykori vízszintes rétegek felgyűrődtek, és helyenként a függőlegesig torlódtak. Mivel a nyugat mecsekkel ellentétben a kelet mecsek felszíne nem karsztosodik, a víz kevésbé nyelődik el, így a völgyhálózatok jóval változatosabb képet mutatnak, mint a nyugati oldalon. A keletmecsek egyik festői szépségű szurdoka, az Obák puszta és Puszta bánya között húzódó, mintegy 4 km hosszú hidasi völgy.